Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam minden esetben, tehát minden jóslásnál 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható. Ez a férfi jelenti a férfiakat, de lehet a te lelki társad is. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra, de mivel ti az első sorban jelentek meg, nincs kártya a fejetek fölött, és ez jelenti a zárkózottságot, hogy nem engeditek azt meg, hogy valaki bepillantson a ti gondolataitokba vagy terveitekbe. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, február hónapban itt látható. A felhő az jelent valamit, ami átláthatatlan. És itt a gyűrű utal a kapcsolatokra vagy szerződésekre. A felhő jelenthet fél évet is. Gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény vagy egy személy visszatér hozzád a múltból. Sőt, a gyűrű jelenthet ilyen visszatérő eseményeket is. Mivel a gyűrű az jelenthet egy szerződést, munkahelyi szerződést, adásvételi szerződést például, akkor a felhő jelentheti a jövőt is, hogy fél éven belül megkapod ezt a szerződést. Ez a kép utal a csillagokra, minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, sőt, a csillagok szerencsét is hoznak, hogy lesz itt jó kapcsolat. Ami kettőtöket illet, hogy közel álltok egymáshoz, itt van a levél, lesz egy hír, sőt, itt a közelben megjelenik a szív, a szerelem, bízhatsz benne. A hold jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket. Persze utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre is. És itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát vagy a hivatást is, mint például gyermekekkel dolgozni, vagy itt lehet egy utazás, külföldi kapcsolatok, amit ez a lovas férfi még jelent, hogy valami vagy valaki útban van hozzád, és a munkahelyen előre mennek az események, lesznek változások. Amit a gólya, a gyermek és az anyai érzelmek, tehát a hold így együtt jelenthet egy kisbabának a születését. Lehet, hogy nem nálatok, hanem valaki ott a környezetben vagy a családban. És itt látható a munka, a hivatás, lesz mozgás, előre mennek az események, és ez a levél jelenthet egy munkahelyi szerződést is. Második hét, február hónapban itt látható. Lesz egy szerencsés fordulat, de ez eltarthat április hónapig. Itt van a tudás, a tanulás, vagy továbbképzés. De ez a könyv jelentheti az önnyitottságát is. És itt a medve az életerőt, vagy a belső erőt, a hitet. Ez a medve néha egy személy, akinek szava van, mint például az apukád, vagy a főnököd, vagy egy bíró,
és itt nyitott lesz ez a személy arra, hogy tisztázzatok valamit. Itt a nap jelenti az igazságot, kiderül az igazság. Jelenti a kisugárzást is, ami kettőtöket illet, itt a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, itt van a szerelem, a változások, a gyermek utalhat gyermekekre, de jelentheti a fiatalos kisugárzást, vagy egy új kapcsolatot, egy új irányt, és itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, külföldi kapcsolatok, utazások vagy változások. Harmadik hét, február hónapban itt látható. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és az hűségesen ott marad melletted. Itt tisztázódnak bizonyos események. Itt a kasza azt jelenti, illetve ez a sarló, hogy valami olyan hirtelen történik, amikor nem számítasz rá. Mégpedig a pénz útban van hozzád, mert itt láthatóak az utak. A kutya jelenteti a házi állatokat is, vagy a barátságokat, vagy az ő hűségét. Itt vannak tiszta érzelmek, tiszta gondolatok. Valaki átnyújtja számodra szimbolikusan ezt a virágcsokrot, lesz egy meghívás, vagy egy ajándék. A virágcsokor az jelentheti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet, vagy valamit megszépítesz az otthonodban. Amit még jelenthet, egy kreatív tevékenység, és ezt ki tudod építeni. Itt van hozzá a remény, és a kislány jelentett egy új irányt, egy új kezdetet. Ez a kártya, ez utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra is. Lehet, hogy lesz egy meghívás, vagy egy közös út, de az is lehet, hogy valaki útban van hozzád, meglátogat téged. Esetleg külföld és a ház jelentheti egy lakásnak, vagy egy háznak a vételét külföldön. Itt lesz mozgás, és lesznek fontos beszélgetések. Utolsó hét, február hónapban itt alul látható az utak, és ez a kereszt hasonló, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt az utak is jelentik a döntéseket. Hiszen el akarsz érkezni oda, ahol le tudsz gyökerezni, mert ez a kártya jelenti a fát. A fa utal egészségügyi témákra is, hogy itt jó úton vagytok, lesz gyógyulás, ha valaki beteg a családban vagy a környezetetekben. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és itt lesznek változások, fontos döntések. Ezzel a kulccsal lezársz valamit, de egyúttal kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. A kereszt jelenthet találkozást is, amikor a sors utadok kereszteződik. És itt a torony jelenti a te nagyságodat, vagy azt is jelentheti, hogy te megnagyobbítasz valamit. Itt van a nyilvánosság, megkapod az elismerést a nyilvánosságon. Ez a torony lehet egy épület is, iskola, kórház, vagy bank, vagy egy hivatal, vagy egy bírósági ügy, amit le tudsz zárni, hiszen a koporsó lezárja ezeket a témákat, sőt, itt a hegy utalhat nehézségekre, azt is lezárja a koporsó. Esetleg lehet itt egy örökösödési ügy is, és a téli hónapokban ez le lesz zárva. Amit a hegy még jelenthet, a hegyvidék. Egy ingatlan itt a közelben, a hegyvidéken, ahol víz is van a közelben. És a koporsó az lehet egy régi épület, ennek a vétele, vagy ennek a bérlete.
És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!